Bor és Gasztro Fesztivál legnépszerűbb étele már tavaly is a hamburger volt. A tapasztalatokból okulva idén is erre készültek a vendéglátók. A sláger természetesen a kézműves változat, és ebből is az, amit egy 12 éves kisrác készített. A gasztro színpadon többen is szorgoskodtak, volt, aki kifejezetten az egészséges nemzetért küldetéssel. A humoros hangulatú főzéseken Vajtó László volt a házigazda, aki elsőként Zsirai Áront faggatta a jótékony hatású füstfelhőben. A közös főzés öröme a fesztivál közönsége számára látványosan megjelent. A népszerű food trackek és a kitelepült sütő alkalmatosságok változatossága önmagában megérne egy műsort. Utóbbi, mármint a főzőműsor, külön színpadot is kapott. Szombaton délután minőségi marhából itt készült a 12 éves Áron dobogós hamburgere, aminek történetét mindenki ámuldozva hallgatta. Áron beleszületett a gasztronómiába, és a szoboszlóiak tudják, a Vadaskert vendéglő tulajdonosainak fia már évek óta dobogós ebben a műfajban, a gasztronómiai versenyeken. 8 évesen kezdte, és egyre rutinosabb minden tekintetben. Hát persze már nem olyan nehéz, mint mondjuk akár 3 évvel ezelőtt, de azért mindig benne van az emberben egy kis izgulás, mielőtt bármit csinál. Amit most csináltál, ez egy különleges szarvasgombás hamburger. Meséld el, hogy végül is mi történt ott. Hát tulajdonképpen ez a hamburger egy ilyen vajas zsömléből áll, amit egy ilyen szarvasgombás békönös majonéz szósszal kenünk meg, és erre kerül rá az angusz húspogácsa kettőféle sajttal a tetején. Erre kerül egy savanyított csemegeuborka, egy savanyított hagyma, grillezett fekete erdősonka, és megy rá a teteje. Hogy találod ezt ki, hogy ilyen ízvilágot hoz össze? Idén egy ilyen egyszerűbb ízvilágot szerettünk volna, ezért nincs benne annyira sok minden, mint mondjuk tavaly. Szóval idén ebben a különlegesség ez a erdei sonka volt. Néhányan megkóstolhatták a fénylő buciba rejtett ígéretes marhahús falatot, aminek elsöprő sikere azt eredményezte, hogy másnap új rendelést kellett leadni a beszállítóknak. Tegnap este elég sokan kérték az én hamburgeremet, és rengetegen jöttek gratulálni a verseny eredményéhez. Hogy fogadod ezeket az elismeréseket? Hát én nagyon örülök neki, hogy ennyire szerették a hamburgert, vagy ízlet mindenkinek, szóval én nagyon örülök ezeknek. Itt most egy beszélgetés is volt a színpadon, aminek résztvevője voltál, ezt hogy élted meg? Mennyire tudsz jól alkalmazkodni így a felnőttek kérdéseihez, világához, vagy inkább szeretnéd, hogyha egy kicsit te jobban irányíthatnád a helyzeteket? Általában próbálok alkalmazkodni, és én nagyon szeretek beszélgetni, szóval ez nekem nem volt annyira nehézség. A korosztályod mennyire élvezi azt, hogy a társaságodban egy csomó mindent megtudhat a főzésről, sütésről? Hát sok ilyesmiről szoktunk beszélgetni, most is az iskolából két barátom itt volt velem megnézni, hogy mit csinálok a színpadon, szóval ők is szeretik ezt, hogy én ezekben is mozgok. És te alapvetően ezt a közeget itt, ami ilyenkor körbevesz téged, mennyire élvezed, éled? Én nagyon szeretem ezt a fesztiválozás, hamburgerárulás, hamburgersütős fesztiválokat. Úgyhogy valószínűleg ez lesz az életed? Hát azt nem mondanám, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ez inkább csak hobbi, de mindenképpen fogok ezzel is foglalkozni. Az, hogy ki miért és mennyi idősen kezd el főzni, szintén külön műsort érdemelne, mint ahogy az is, milyenek táplálkozási szokásaink. Utóbbit persze kutatják is. Dr. Újhelyi Nelli kulturális antropológusként foglalkozik a témával, és a Debreceni Egyetemen a témában kurzust is vezet. Egyszerű, egészséges életmódot ajánl követőinek az Instán, és ezt tette a színpadon is. Azt tapasztaltam, azt vettem észre, hogy nagyon sokféle módon étkezünk. Ez nem volt számomra újdonság, de gyakran sokszor szeretjük azt hinni, hogy van olyan, hogy magyar konyha, annak vannak alapdarabjai, és ez minden családnál megtalálható, de ez ma már nem így néz ki. Tele van rengeteg
különböző kultúrából származó étellel a hétköznapi étkezésünk, sokszor eszünk pizzát, gyros, spagettit, és ezek izgalmasan jelennek meg egy családi étkezésbe. Azt is látom, hogy egyre inkább individuális, tehát egyéni az étkezés, egy családon belül is nagyon sokszor 4-5 féle étel készül egy-egy étkezéskor, mert mondjuk egy gyerek más szeret, mondjuk egy családtagnak valamilyen érzékenysége van, és ez teljesen átalakítja a mai táplálkozást, és ez érdekelt engem, ezt vizsgáltam. És hát részben az is, hogy te is átalakítottad a saját táplálkozásod, és leginkább ebből kaptunk ízelítőt. Igen, pontosan így van, én egy közel 40 kilós fogyáson vagyok túl, ami azt eredményezte az életemben, hogy megtanultam főzni, és egészséges ételeket kezdtem el készíteni, és ez olyan nagy szerelem lett az én életemben, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni, indítottam egy Instagram oldalt, a nevemen megtalálható vagyok az Instagramon, és ott rengetegféle recept és ötlet van, amit egyszerű emberek be tudnak építeni a hétköznapi táplálkozásukba. Itt az egyik legfontosabb ötlet az, hogy hogyan csökkenthetjük a kalóriát, de hogyan, csak életmóddal. Igen, a kalória az egy nagyon fontos sarokpontja az étkezésnek, de nem minden. Ugye nem beszéltem arról, hogy a makrotápanyagok, tehát a nagy fehérje, zsír, szénhidrát, ezek is nagyon fontosak, hogy ezeknek az összetételei napi étkezésben jó arányban legyen. Minden szervezet más, minden szervezetnek másra van igénye. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a mi testünknek mire van igénye, mennyit tudunk mozogni, mikor tudunk étkezni, és így összeállítani az étkezést, ne csak úgy, hogy megkívánunk valamit, és gyorsan befalunk egy finom falatot. Az itt készített ételsor szintén a nézők örömét szolgálta. Ha valakinek pedig nagyon megtetszett, már szaladhatott is haza elkészíteni. Azt szokták mondani az én ételeimre, hogy meglepően gyönyörűen néznek ki, ugye rengetegféle színnel dolgozom. Van is egy ilyen alapelvem, és a fogyásnál nekem nagyon sokat segített az a módszer, hogy arra törekedtem, hogy legalább 4 szín tartalmazzon egy főétkezés, és így tudtam garantálni, hogy mindig sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok. Úgyhogy azt szokták mondani, hogy nagyon szépen néznek ki, megkívánják az emberek, sokszor nem gondolják, hogy az egészséges ételek ilyen tápanyagdúsak, ilyen nagy mennyiség is lehetnek, és hogy ilyen jól néznek ki, és amit még mindig megjegyeznek, hogy nagyon finomak. Picit él az a sztereotípia az egészséges ételekről, hogy ilyen nem ízesek, nem színesek, drágák, és bonyolult őket elkészíteni. Na, én ezeket a sztereotípiákat szeretném cáfolni. A fesztiválozók többsége persze egyáltalán nem sietett, hanem inkább nézelődött, kóstolgatott. Ezt tette az Egészséges Nemzet nagykövete is, aki bízik a sikeres gasztroedukációban. Azt tapasztaltam, hogy van egyfajta új hullám az itteni gasztrokínálatban, tehát például a hamburgereknél is már ugye ott tartunk, hogy a kézműves hamburgerek azok, amelyek főként itt is képviseltetik magukat, illetve azok a főtételek, amikre szívesen beülnénk egy étterembe és elfogyasztanánk. Nyilván ez a terep nem feltétlen ad lehetőséget arra, hogy még egy újabb hullámot indítsunk, és színes, egészséges ételekkel árasztjuk el a fesztivált, mert valószínűleg nem lenne rá fizetőképes kereslet, ami egyrészt rossz hír, másrészt azt gondolom, hogy ebbe a tekintetben van változás, és lesz változás. Bízom benne, hogy 5-10 éven belül ilyen kínálatból is többet találhatunk. Van egyébként a felhozatalban sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó élelmiszer is. Igazi felfedezők, akik az ízekre is fogékonyak, és Nelly ételeit szívesen megkóstolták, többen is voltak. A töltött körtétől a mézes csilis csirkéig remeknek tartották az ételsort patajék is. A házaspárnak több mint 10 éve van üdülési joga városunkban, ilyenkor itt töltenek egy hetet, de bejárják a környéket is. Nagyon finom és egészséges. Én otthon hasonlókat szoktam készíteni saját gyümölcsből és zöldségből, amit otthon termelünk meg a kertünkben. Honnan érkeztek? Kárdonyból érkeztünk. Mennyire volt vonzó ez a program? Ehhez időzítették az itt tartózkodást? Nem, mi itt üdülünk, és szerencsénkre változott a program, tehát az előző héten került volna megrendezésre, és most, hogy így ezen a héten így sikerült itt lennünk, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy itt lehetünk. Igen, tehát vannak ennek a dolognak nyertesei, és hát vannak, akik szomorkodnak, de önök abszolút nyerteseinek érzik magukat? Igen, mert végig itt lehettünk. Tegnap is itt voltunk ma is, és hát holnap részben, mert már utazunk holnap délután haza, úgyhogy... Mi az, amit még itt megtekintett, mi az, amit így különösebben érdeklődéssel szemlélt?
Hát tulajdonképpen most kirándulásra fordítottuk az időt az egészségi állapotom miatt, úgyhogy Szarvason voltunk, és itt a környéken körülnézni. Láttuk a Tiszatavat és az ott lévő nevezetességeket, meg elmentünk a mini Magyarországot megnézni, az is nagyon csodálatos, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy majd az unokákat is hívjuk, mert az nagyon érdekes volt nekik. Míg a kis színpadon a főzés kapott helyet, addig a nagy színpadon és annak előterében látványos, változatos programok több generációnak. Helye volt itt a vidámvásári mulatságnak is. A mókás varázslatról a Langalita garabonciások gólyalábas utcaszínház gondoskodott. Hál' Istennek jól sikerült, én úgy gondolom. A gyerekeket sokszor nehezebb, mint a felnőtteket, de most jó volt a hangulat, nekünk is jó volt a tapasztalatunk, szerintem a felnőtteket és a gyerekeket is sikerült elvarázsolni a gólyalábas előadásunkkal. Minden alkalommal ezen igyekszünk. A történet mi volt most? Most a történet az egyik játékosra, az egyik kollégára volt felépítve, Rőfös Rődbajszú Kristófra. Ő neki valóban, hát nem is tudom, talán ilyen 40-50 centi közötti fesztávú bajsza van, ami elég látványos, és ő egy lovas bábbal érkezett gólyalábon, tehát úgy néz ki, mint hogy egy óriás lovon lovagolna, és akkor ő mutatta be különböző lovas tudományát, tehát volt itt lovastánc, amivel megszégyenítettük a spanyol lovas iskolát is, volt hortobágyi lófektetés, langaléta módra, volt ostorcsergetés, és mindenféle, ami a magyar virtushoz, a huszársághoz és ezekhez a dolgokhoz kapcsolódik, természetesen mindezt interaktívan és szórakoztató módon. Még voltak kutyák is, én magam azt hittem, hogy tényleg megzavarták az előadást. Megzavarták, de nyilván ez a műfaj, ha mondhatom ezt, erről is szól, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket a helyzeteket. Ugye itt nem kőszínházi, színpadi produkcióról van szó, már a jellegénél is fogva ugye azon alapszik, hogy a környezetnek a különböző behatásait, körülményeit vagy beépítsük, vagy megpróbáljunk felülemelkedni. Valóban volt ott két kisebb termetű kutya, ami végig csaholt szinte az egész előadást, de egy idő után ezen is sikerült felülemelkedni. A közönség is az elején egy kicsit még zavar volt, ezt szoktuk tapasztalni, hogy az elején még nem mindig érzi a közönség, hogy miről is van itt szó, de aztán a végére ők is belejöttek, úgyhogy nekünk is egy jó élmény volt. És most, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor az volt a válasz, hogy csak igyekezzünk, mert hogy nagyon éhesek vagyunk. Tehát mennyire érdemes ilyenkor azért a másik oldalt is megismerni? Én úgy gondolom, hogy igen, nekünk ez nyilván szakmai ártalom is, ugye sok fesztiválra, rendezvényre járunk, és azért hál' Istennek ez azt is jelenti, azon kívül, hogy ott előadjuk a Langalita garabonciások műsorát, hogy nyilván igyekszünk feltérképezni a rendezvényt is, úgyhogy most is még van egy kis időnk, körbe fogunk itt járni, de már nyilván itt a gólyalábról is, hát ugye magasabbról még jobban beláttunk, láttuk, hogy milyen sokan vannak, milyen szép a kínálat, és egy meghívást is kaptunk az egyik vendéglátóegységtől, úgyhogy azt hálásan köszönjük, és most oda igyekszünk. Így egy kicsit kifújva magunkat a gólyalábakról leszállva, és ilyenkor ugye még azért is jó, mert sokszor botlunk ismerősökbe, tehát a közönség soraiból is sokan oda jönnek hozzánk, még a hosszú lábak nélkül is megismernek minket, és akkor szóba elegyedünk, vagy kapunk egy válveregetést, nyilván ennek még jobban örülünk. Szombaton este mindent belehangulattal folytatódott a nagy színpadon a műsor. Látványos buli hangulattal fenn és len egyaránt. A zenekarok után DJ-k pörgették a lemezeket és a népet. A másnapig tartó táncot beindító jazz showband a tavalyi Liba lakoma után ismét visszatért Hajdúszoboszlóra. A mi borfestünkre Szegeden és Csongrádon edzettek, így benne vannak a buliban. Ezen az estén a jazzt kicsit félreteszik, elképzelésük szerint maradnak a rockos popos vonalnál, hogy pontosan mit játszanak, azt pedig mindig a koncert alatt válik véglegessé. Nagyon sose tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy milyen zenét játszunk, mert mindent szeretünk. Szerintem a dalokat úgy általában mindig a tagok hozzák, úgy ez ilyen szubjektív vélemény nyilván, hogy ki mit szeret. De hál' Istennek ezt mindig tiszteletbe tartjuk, a többiek véleményét. Így hát elég vegyes vágott, tehát rock, pop, magyar, külföldi, jazz is volna, de most ma este nem lesz nyilvánvalóan, tehát inkább arra mennénk rá, hogy feltétlenül szórakozzanak az emberek és jól érezzék magukat. A zenekari tagok között gyakori az erős kötődés. Ez erre a szentesi formációra különösen igaz, mondhatni családi formációt alkotnak.
más zenekaroknál is így van, hogy 4-5 tagú, tehát 4-5-en vannak férfiak, és egy vagy kettő énekesnő, de ez nálunk abból a szempontból még szerencsésebb, hogy ugye 2005-ben alakult a zenekar, és a gitáros és a dobos, ők gimis koruk óta ismerik egymást, a gitáros a sógorom, mivel hogy a másik énekesnő a nővérem, szóval, hogy ez inkább ilyen családi, baráti felfogás. Thank you.